Megkérdezem Hatházi Ákos képviselőt, kíván-e élni a felszólalás lehetőségével? 5 perc az idő kell. Igen, köszönöm szépen. Én nagyon kérem, hogy függesszék fel a mentelmi jogomat. Ennek a egészen szemtelen történetnek már annyi haszna volt, hogy tulajdonképpen egy fideszes képviselő itt a parlamentben felolvasta a tényeket, felolvasta azt, hogy egy másik fideszes polgármester nem volt teljesen pontos, mert nem 50 millió forintot kapott Eged István arra a kacsalábon forgó falusi szálláshelyére, hanem kapott még 15 millió forintot kerti konyhára és jacuzzira is, tehát összesen 65 millió forint, illetve valóban nem olvasta fel, de legalább itt a parlamentben is hagy hangozzék el, hogy a mellette levő saját horgásztavára kapott először 50 millió forintot, és utána még 50 millió forintot egy olyan épületre, amelyikben büfé van és információs pont van, de ezek nem működnek, és közben a horgásztó sem nyilvános, nem használható. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ez a parlamentben elhangzott, részben Hargitay képviselő úrtól. Ez egy nagyon szép dolog, hogy végre fideszes képviselő is legalább részben tényeket mond el itt a házban, illetve én nagyon örülök, hogyha megy tovább a bíróságon, és ott is további tényeket tudunk meg erről az esetről. Köszönöm szépen, kérem, hogy függesszék fel a mentelmi jogomat. Köszönöm szépen, képviselő úr! Tisztelt Országgyűlés képviselőtársaim, most a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő mentelmi jogát az Országgyűlés ne függessze föl. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Hatházi Ákos országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés Hatházi Ákos mentelmi jogát. 17 igen, 140 nem, és 6 tartózkodó szavazata nem függesztette föl. A határozathozatal előtt megadom a szót Hargitay Jánosnak, a bizottság elnökének, aki a bizottság javaslatát szóban is megkívánja indokolni. Összesen elnök úr, 5 perces időkeretben. Parancsoljon önni a szót. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés! Hát ebben az ügyben nincsen szép jogi okfejtés, másikban én ilyeneket egyébként láttam. Ez egy kaptafa ügy. Kaptafa ügy két szempontból is, Facebookon történő elkövetés, ez a mai világnak a tipikus elkövetési helye, és azt is mondanom kell, hogy olyan szempontból is tipikus, hogy Hatházi képviselő úrról szól meg én a történet, mint már oly sokszor ebben a házban. Ugye az Egri Járás Bíróság azt kéri tőlünk egy átiratába, azt indítványozza egész pontosan, hogy a képviselő úr mentelmi jogát függesszük fel rágalmazás vétsége miatt. A feljelentő Péter Vására polgármestere, tehát egy másik közszereplő. Hatházi képviselő úr 2023. január 23-tól 2023. március 31-ig a saját Facebook oldalán többször megnyilvánult ennek a településnek az ügyeiben. 10 ilyet sorol fel a határozati javaslatunk, a képviselő úr állít valamit, pontosabban vélemény nyilvánít, a polgármester meg ezt cáfolja. Én csak az elsőt ismertetem itt részletesebben, mert ez tipikus arra vonatkozóan, hogy a képviselő úr hogy szokott eljárni ezekben az ügyekben. Egy videót, felvételt látnak, ezt képzeljék most maguk elé, és akkor a képviselő a következőket mondja. Ezt kérem, egy kacsalágban forgó falusi szálláshely, ez persze idézőjelben van téve, amire 50 millió forint EU támogatást kapott Péter Vására fideszes polgármestere. A jelek szerint itt tölti betegszabadságát. Munkaidőben találtam ott a polgármestert, erre utal a képviselő úr, jacuzzis tornyos kastélyában. Egy helyi kísérőm szerint a parkolóban a szolgálati Opelja van. A helyi kísérő is tipikus. Az 1600-as években a törököt Bécsig is helyi kísérő, Tököli vezette föl, ilyenfajta helyi kísérők mindig vannak.
mondja a képviselő tovább, bár a múlt kedden délután jártam ott, szerintem nem volt munkaidőben, mert betegszabadságon van, ezt már ahogy a polgármester veti közbe, hogy ő betegszabadságon van. Képviselő úr mondja, remélem ez nincs így, mert ha így lenne, hogy betegszabadságon van, akkor ez táppénzcsalás gyanús történet. És utána folytatja, 50 millió forint, nagyon sok pénz van, aki egész életében nem lát ennyit. Persze ez a család további 58 millió forinthoz is jutott.